Juhász István vagyok, Paks az én városom. Középiskolás koromtól fogva rendőr szerettem volna lenni, de kis kitérővel 90-től vagyok rendőr tulajdonképpen. Középiskolát Gyönkön végeztem ugye a gimnáziumban, majd szerettem volna rendőr lenni. Akkor közölték, hogy Budapestre kell felmenni, és fönt is kell maradni Budapesten 6-8 évig. Ezt én nem akartam, mert a megyébe szerettem volna rendőr lenni, és elmentem az akkor még működő szekszári húsipari vállalathoz dolgozni. Rendes három műszakos dolgozóként. Közben megkeresett a hadkieg, az akkor még működő hadkieg, és felajánlották, hogy lehetnék katonatiszt, ugye, mert érettségiztem. Jelentkeztem a határőrszakra, amit a mögöttem lévő egyenruha mutatja, el is végeztem. 87. augusztus 20-án a Kossuth téren avattak hadnaggyá. Azt követően dolgoztam három évet a pécsi határőr igazgatóságnál, akkor mi kerület, és onnan kértem át magamat 90-ben ide a Paksi kapitányságra, a bűnügyi osztályára. A nemzeti ünnepünk alkalmából az országos rendőrfőkapitány úr pénzjutalomban részesített a Paksi bűnügyi osztály vezetője, illetve a kapitányság vezetőjének felterjesztés alapján. Márciusban lesz 30 teljes éve, hogy itt vagyok Pakson és rendőr vagyok. Kiemelt fővizsgáló vagyok a vizsgálati osztályon. Vizsgálónak jöttem ide 90-ben, azóta ez a pár beosztás maradt vizsgáló, kiemelt fővizsgáló. Tehát ugyan itt vagyok, tehát én nekem ez szerintem a nyugdíjig, amikor lesz, meg majd egyszer talán, ez a teteje. Sokan mondják, hogy a rendőri állomány felhígult, így meg úgy, meg amúgy, tehát én helyet nem értem, nem is akarok ezzel mondani. Személyes dolog. Ez azért a munkahelyre, hogy bemegyünk és van valami munkád, azért több kell, hogy legyen, főleg a bűnügyesnél. Ugyanis azért sokszor találkozol az embereknek a feljelentőkkel, sértettekkel, olyan helyzetben találkozol, amikor nem a legpozitívabb a napi szemlélete, vagy észrevétele, vagy sértetté válik, bántották, megverték, kifosztották, betöltek a boltjába. Na most ez nem egy annyira felemelés abban az esetben, tehát empátiát kell, hogy legyen. Miért jó? Egy példa, név nélkül. Elviszik a 70 éves mamának az egyetlen férjéről maradt emlékét, a gyűrűt. 2 éve később megtalálod. Szerinted jó vagy nem jó? Persze, hogy jó. Ezért. Az életem nagy részét, ha azt nézzük, ugye 31 évet Pakson töltöttem le, és tehát az már az életemnek a több mint a fele, így most már Paksinak vallhatom magam. Igaz, hogy Paksi szóhasználatban félig meddig gyűjtment, de igen, Paksinak. Élhető város, kisváros, tehát én vidéki srác vagyok, tehát fővárosban, nagyobb városban igazán nem vágyom. Tegnap voltunk dolgozni Budapesten, épp mondtam a kolléganőnek, akivel voltunk, hogy másfél órát araszolni az esőbe az M7-esen befelé Budapestre, szóval nem lenne az én világom lenne. Ugyan itt is növeszik a forgalom, mert ugyan azért látjuk, mindenki látja, hogy az autóforgalom, főleg reggel meg este igen nagy, de azért ez még mindig élhető kisváros, tehát sokkal jobb itt nekem a közérzetem, jobban szeretem, ha kimegy, akkor majdnem mindenki szembe köszön. Még olyanos, aki ezzel a büntetőeljárás folytatunk, és lehet, hogy hát nem a legjobb oldalát mutatta itt, de ez belefér ebbe a munkába, ezért vagyunk itt, tehát azt hiszem, hogy korrektül áll a kapitányság mindenkihez. Nem mindenki így érzi, de szerintem így van, úgyhogy, és ennek az a következménye, hogy tényleg köszönünk egymásnak, meg megkérdezi olyan, akivel tényleg büntetőeljárás folytattunk, és elítélte a bíróság, nem nagyon szoktunk. Ebből is probléma. Ugyan nem vagyok nagy dunai ember, tehát nem szeretek horgászni, de halat nagyon szeretem. De a Dunapart azért nekem is, hogy már vízparton nőttem föl, tehát azért nem vagyok olyan messze a Dunától. Nem voltam messze, igaz, hogy a Sió partán nőttem föl, de az is a Dunába folyik, tehát végül is valahogy mellékfolyókban voltunk, de igen, a Dunapart akárhol. Hazajönni mindig jó, tehát ez hogy hazajövök, tehát ez nem kérdés, hogy hova jövök haza, tehát ez mindig Paksot jelenti tulajdonképpen, hogy hazajövök, tehát az, ahol fölnőttem, azért az már, ha megszámolom, várjál, számolni kell ám, azt mondja, 18 éves koromban lejöttem a szülőfaluban. Akkor azért az már a tetem is, tehát ez, és mivel 30 évet már Pakson vagyok, azért hazajövök Paksra.